Mózes első könyve, 18. rész, az úr megjelenik Ábrahámnak, Mamré tölgyesében. Azután megjelent neki az úr Mamré tölgyesében, amikor a déli hőség idején a sátor bejáratában üldögélt. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha elnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőjetek le a fa alá. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett sárához a sátorba, és azt mondta. Sies, dagasz meg három mérték finom lisztet, és süs lángost majd kiszaladt Ábrahám a csordához, fogott egy szép és zsenge borjút, odaadta a legényének, az pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Azután ezt kérdezték tőle, hol van Sára a feleséged? Ő így felelt, itt a sátorban. Egyikük azt mondta, egyesztendő múlva visszatérek hozzád, és feleségednek, Sárának akkor már fia lesz. Sára közben ott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női élet folyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta, miután megvénültem, lehet -e még gyönyörben részem? meg az uram is öreg. De az úr megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyan hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az úr számára? Egyesztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadta, nem nevettem, mondta, mert félt. Az úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Ábrahám könyörög Sodomáért. Amikor a férfiak elindultak és Sodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az úr ezt mondta, eltitkolja-me Ábrahám elől, amit tenni akarok, hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után fiainak és házanépének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás, sodoma és gomora miatt, és védkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, Vajon csak ugyan a hozzám eljutott jaj kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem? Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az úr előtt. Oda hozzá Ábrahám, és ezt kérdezte: Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van ötvenig az ember abban a városban akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem hozna-e igaz ítéletet? Az úr így felelt. Ha találok sodom a városában ötven igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az ötven igaznak öt híja lesz, elpusztítod-e az öt miatt az egész várost? Ő ezt felelte, nem pusztítom el, ha találok ott negyvenötöt. Ismét szólt hozzá, és ezt mondta. Hát, ha negyven található ott? Az úr így felelt, nem teszem meg a negyvenért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak harminc található ott. Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott harmincat. Ábrahám ezt mondta, tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát, ha húsz található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a húszért. Ábrahám ezt mondta, ne haragudjon az én uram, hogy még egyszer szólok, hát, ha csak tíz található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a tízért. Ekkor az úr befejezte a beszélgetést Ábrahámmal, és eltávozott. Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére.